Szép napot! Itt az asztrológus Szatmári Nóra vagyok. 2023. december 27-én, közvetlen a karácsonyt követően lesz egy teliholdunk, méghozzá a rák jelében. Egészen pontosan éjjel 1 óra 34 perckor fog tetőzni ez a telihold. Alapvetően a rák telihold egy meglehetősen fűszerezett időszak, olyasmi, mint amikor a levesbe a són kívül azért kerül egy kis bors, meg egy-két más olyan fűszer, amitől igazán ízletessé válik minden, és úgy örömmel fogyasztunk el egy tálételt ebből a bizonyos levesből. Mindemellett nagyon fontos szempont, hogy ugyanebben az időszakban a nap már a bak jegyében jár, és mivel a hold és a nap szemben állnak egymással, ez könnyen okozhat feszültséget, türelmetlenséget, egyeseknél akár kontrollvesztést is. Mivel a lelki életünk elmélyül, mindenre azonnal fogunk reagálni, tehát már ez 26-án érezhető lesz, és 27-én egész nap azt fogjuk tapasztalni, hogy semmi mellett nem tudunk elmenni érzéketlenül. Egyértelműen fókuszba kerül az otthon, a család, az intim kapcsolatok, és bizony nem csupán a telihold napjára igaz ez, hanem a következő két teljes hétben a fogyóhold teljes időszaka alatt. Az olyan ellentétes erők, mint például a munka és az otthon, a béke és a feszültség, a csend és a hangoskodás, illetve bármi, amire szükséged van, szemben azzal, amire egyáltalán nincsen, nos, ezek mind-mind nagyon komoly belső feszültséget okozhatnak, és akár nyugtalanságot is előidézhetnek. Így legvégső soron a rákteli hold akár konfliktusokhoz és válságokhoz is elvezethet, ami azért alaposan leszívhatja bármelyikünk energiáját. Ezért azt javaslom, használd bátran a megnövekedett érzelmi erőt, mert abból lesz bőven, emellett pedig az intuíciódat is, hogy le tudj küzdeni bármilyen kihívást. Járd körbe alaposan és tudatosan a különféle emberi kapcsolataidat, így pedig megláthatod azt, hogy milyen dinamika uralja ezeket. Ha felbukkan benned bármilyen negatív érzés, azt elemezd ki, és keresd rá a megoldás kulcsát. Meglepően erős kötelékek alakulhatnak ki ebben a pár órában, sőt tulajdonképpen a 26-ai és a 27-ei napon, tehát összességében azért itt két napról beszélünk. Bárki, aki közeledne hozzánk, azt ne utasítsuk vissza, hanem bátran engedjük közel, hagyjuk beszélni, és hát ha elkezdődik valamilyen érdekes vonzás kettőnk között. A hold kerekedettsége a legérettebb formája annak, hogy megmutassa magát bárki, így pedig tulajdonképpen nagyon könnyen kialakulhatnak akár új, hosszú távra szóló emberi kapcsolatok. Elég sok témára fogékonyak leszünk, illetve fogékonyabbak, mint máskor, és mondok egy érdekes dolgot még, rákteli hold idején a nők nagyon-nagyon könnyen teherbe esnek, úgyhogy aki szeretne babát, azért figyeljen erre a dátumra, aki nem, az pedig kellőképpen legyen óvatos. Kifejezetten felesleges energiapazarlás elfolytani az érzelmeinket, adjunk teret inkább az őszintességnek, és mondjuk ki, hogy mi az, ami bánt, mi az, ami nyomja a lelkünket. Az előbbiekkel ellentétben viszont a negatív energiák is itt-ott felbukkanhatnak, amint azt érezzük, hogy valami nem jó, valami kellemetlen, valami szurka piszkál, akkor bátran távolodjunk el az adott helyzettől, az adott közegtől, az ott lévő emberektől. Ne adjunk teret vitáknak, ne adjunk lehetőséget az összezördüléseknek. Hallgass meg bátran a telihold meditációmat, megtalálod a csatornámon, ha pedig szeretnél személyes konzultációra vagy online tanácsadásra időpontot kérni, akkor bátran keres munkanapokon a +36 73 11 61 25-ös számon. Én boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, és boldog új évet, és figyeljetek az éves aktuális videóimat, mert hozok még belőlük bőven.